Kalocsán tartott ülésen közmeghallgatásra is lehetőséget adott a TEIT, amelynek keretében az RHK Kft. Üzemvezetője Bara László előadásában hallgathatták meg a jelenlévők a kiégett kazeták átmeneti tárolójának idei évben történt főbb eseményeit és a 2020-ra tervezett feladatokat. A pénzügyi bizottság tájékoztatást adott az aktuális kérdésekről, továbbá a jövő évi feladataikról is egyeztettek a települések. A lakosságnak a bevonása az nagyon-nagyon fontos, mindent az atomenergiának a hasznosításával, illetve ennek az ellenőrzésével és információ átadással, és ezt szeretnénk egy kicsit aktívabbá tenni, hogy a lakosságnak minél szélesebb körű legyen az információja, és minél többet tudjunk meg mind a társulásunkról, mind az atomenergiának a környezetbarát hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos kérdésekről. A TEI több nemzetközi eseményen is részt vett. A Pécsen tartott Atomeco fórumot követően a GMF Helsinki-ben tartott tisztújító ülésén képviseltette magát, ahonnan jó hírekkel tértek haza, hiszen Dohóczky Csaba alelnöki pozícióját megerősítették, így a magyar jelenlét továbbra is kiemelkedő a szervezetben. Ezen túl sikernek értékelik, hogy a TEIT közbenjárásával az orosz atomerőművek körüli települések társulását is tagokká fogadta a GMF nemzetközi szervezete. Ezt követően egy szakmai fórumot szerveztek a résztvevőknek, Okiotóban lettünk részt, ahol az okiotói látogatóközpontban láttak vendégül bennünket, ott elmondtak egy-két szakmai tanácsot, hogyan tájékoztatják a diákokat, egészen legkisebbektől, egészen azokat az embereket, akik szakmai szempontból kötődnek a nukleáris létesítményekhez. Az idei évben még egy belföldi tanulmányúton vesz részt a társulás.